Székesfehérvár önkormányzata, a Városgondnokság, valamint a Fehérvár Vízilabda Sport Egyesület összefogásának köszönhetően új tetőszerkezetet kapott a Csitári G. Emil Uszoda strandmedencéje. A felújítás TAO támogatás segítségével mintegy 200 millió forintos beruházásból valósult meg. A strandmedence teljes fedését meg tudtuk oldani, ezzel nyilván gazdaságosabb is lett az üzemeltetés, magasabb hőfokot is tudunk mind a medencében, mind pedig a légtérben teremteni, és ezáltal pedig az elmúlt két évtől eltérően megduplázódott mind a sportegyesületek, mind pedig a nagyközönség által használható vízfelület mennyisége. Én azt gondolom, és azt is remélem, hogy valamennyik megelégedésére. Varga Tamás országgyűlési képviselő szintén szükségesnek és időszerűnek érezte a felújítást. Volt egy túlnyományos sátor itt a Nagymedence fölött, ami téli használatra alkalmassá tette ezt a medencét, de azért emlékszünk rá, hogy igencsak hűvös volt, és tempósan kellett benne úszni, hogy ne fázzon az ember. Bozai István városgondnok beszédében kiemelte, hogy egy több mint 13 éves sátra tudta kicserélni a munkálatok során. A túlnyomásos sátor azt körülbelül 10 évre tervezik, tehát annak a kihordási ideje 10 év, annak a sátorszerkezetnek. Ez már, mint ahogy mondtam, 13 évet 13-szor felállítottuk és elcsomagoltuk, úgyhogy ezt a sátrat igazából már csak maximum egyszer vagy kétszer lehetett volna újra felállítani. Arról nem beszélve, hogy azért egészen más komfortot tudunk biztosítani ebbe a mostani hőszigetelt sátorba. A felújítás legnagyobb hasznát sport szempontból többek közt a Fehérvár Vízilabda Sport Egyesület élvezheti. Nekünk most valósult meg először az, hogy minden korosztályt tudunk külön edzésidőpontban edzetni, hogy ehhez kellett ez a plusz vízterület, és a másik az, hogy olyan körülmények, ahol le lehet vinni kisgyerekeket, mert nincs hideg, és a többi, tehát azért egészen más ebben az új sátorban az edzés. Én szerintem hosszú távon ez nekünk mindenképpen az eredményeinkre kifoghatni. Gyöngyösi János hozzátette, hogy az egyesület létszámára is pozitív hatással lehet a külső medence felújítása, hiszen egy minden igényt kielégítő létesítménybe a szülők is szívesebben hozzák majd le a gyerekeket. Egy új úszoda rész tervezése is zajlik, mely tovább bővíteni a lehetőségeket, ezzel kapcsolatban a tervek már márciusra elkészülnek.